Önök a Pécs TV magazin műsorát, a Manőver Extrát látják. Köszöntöm nézőinket. A Manőver havonta megjelenő külön kiadásában, ahogy rendszeres nézőink megszokhatták, pusztán a zenéről esik szó. Engedjék meg, hogy bemutassam mai vendégemet, Máté Attilát, az ország egyik legnagyobb tematikus könnyűzenei fesztiváljának, a Malomvölgyi Rock Maratonnak a főszervezőjét. Köszöntöm. Köszöntelek téged itt a stúdióban. Én is sok szeretettel köszöntelek téged is és a kedves tévénézőket. Legnagyobb fesztiválról, az egyik legnagyobb fesztiválról beszélünk, de egyszer s mind a fiatal tehetségekről is beszélünk. Mi a tapasztalatod első körben? Azt hadd kérdezzem meg, hogy itt Pécsett a fiatal kezdő zenekaroknak mennyire van lehetőségük megmutatkozni? Mennyire vannak olyan helyek, mint mondjuk a Rock Maraton, ahol felkarolják fiatal tehetségeket? Az az igazság, hogy ezt az egész tehetségkutatós dolgot már több mint mondjuk 10 évvel ezelőtt elkezdtük. És akkor lett ez az egész, úgy, amikor megalakult az egész tehetségkutató szervezése, illetve annak a létrehozása, hogy nagyon sok fiatal zenekar szerveződik, és nagyon sok fiatal zenekar van, aki nem tudja magát megmutatni. És ebből a gondolatból fakadt az, hogy akkor csináljunk egy ilyen tehetségkutató rendezvényt. Nyilvánvaló, hogy nem csak én csinálom ezt a tehetségkutatást, de mások is csinálják, itt a városon belül is, de gyakorlatilag magában a rockzenében a rockmaraton az, amelyik meg tudja mutatni a tehetségkutató rendezvényén belül azokat a fiatal zenekarokat, akik ugye próbálnak esetleg tovább fejlődni, és szeretnének kijutni a köztudatba. Én azt mondom, hogy az elmúlt 10 év az bizonyította be, 2001 óta, amióta itt van a rendezvény Pécsett, hogy minden évben, minden az előző évhez képest, minden évben sokkal, de sokkal nagyobb a jelentkező a tehetségkutató rendezvényre. Mennyire minőségiek ezek a zenekarok? Mennyire kell közöttük válogatni? Ugye most már százas nagyságrendről beszélünk, több százas nagyságrendről, akik jelentkeznek. Mennyire kell őket megszűrni? Nagyon pontosan fogalmaztál, több százas. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt esztendőben 200 zenekar közül kellett kiválasztanunk, 200 jelentkező közül kellett kiválasztanunk azt a közel 50 zenekart, akik a fesztiválnak az egyhetes idő alatt bemutatkoztak, és megmutatták, hogy mit tudnak. Tehát van egy kiválasztás egyszer, amikor ők jelentkeznek, és elküldik az ő felvételeiket, és az alapján kiválasztjuk őket, és van egy másik, amikor pedig a fesztiválra megvannak már ugye hívva, és ott előadják a produkciójukat, és ott pedig a közönség, illetve a zsűri szavazatai alapján a legjobbakat kiválasztjuk. Mennyire felkészültek a zenekarok? Mennyire látszik rajta a tehetség, hogy ők már gyakorlottak a műfajban? Itt is a hosszú távot tudom már említeni, hogyha 10 éve foglalkozunk ezzel a dologgal, és az elmúlt 10 év alatt tapasztalható a hihetetlen nagy fejlődés. Fejlődés egyrészt a szervezésben, fejlődés egyrészt pedig a zenekarok részéről. A zenekarok egyre felkészültebbek, egyre jobbak zeneileg, mint ének, mint különböző hangszereken, dobon, gitáron, bármelyik hangszeren egyre felkészültebbek és egyre jobbak. Egyre nehezebb kiválasztani közülük abból a 200-ból, vagy több százból azt az 50-et, vagy közel 50-et, aki majd felléphet a fesztiválon, és az első helyért, vagy az első helyekért küzdhet. Igazság szerint én azt mondom, hogy most már az idei évre, én most már biztos, hogy egy olyan komoly zenei felkészültséggel rendelkező zsűrit kell összeállítanunk magára kiválasztásra is, hogy ne legyen belőle probléma, mert nem tudjuk ellátni azt a feladatot, hogy csak úgy belehallgatunk abba a 200 zenekarba, mondjuk most egy számot mondok, hogy 200 zenekar jelentkezik a tehetségkutató rendezvényre, és ebből mondjuk közel 50-et föl tudunk venni, hogy ezek között mi, vagy a mi saját zsűrink meg tudja ezt határozni, hogy ki legyen az. Tehát zeneileg is nekünk is sokkal jobban mindig oda kell már figyelni erre a dologra. Azt javaslom, hogy tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet, és tekintsünk meg egy bejátszót. Hogyan is zajlik a Rock Maratonon ez a bizonyos kiválasztás?
a fiatal zenekarok kiválasztása, szakmai zsűri előtt vizsgáznak a lelkes ifjú zenészek. Folyamatosan érkeznek az érdeklődők, a kemény zene kedvelői az idei Malomvölgyi Rock Maratonra. 2008-ban az egyhetes fesztivál minden eddiginél színesebb programmal és fejlettebb infrastruktúrával várja az érdeklődőket, hogy Magyarország igazi rock és metal fesztiválja lehessen. A nagyszínpadi koncertek mellett a rendezvényen egyfajta felmenőrendszerű tehetségkutató verseny is zajlik. A zsűri csaknem 100 fiatal bandából választotta ki a legjobbakat. Naponta 7 zenekar mutatkozik be a döntnökök előtt. Már nagy verseny volt az ide bejutásért is. Akik pedig most már itt vannak, azok valamennyien megérdemlik, hogy akár feljuthassanak a főműsorban is a deszkára, csak hát ez nem mindenkinek sikerülhet. Mondjuk itt helyben annak, aki a naponta a győztes lesz a versenyben. Azoknak a zenekaroknak, akik már átjutottak az előzsűrizésen, komolyabb hangszeres problémáik nincsenek, közölte kérdésünkre Szebeni János Szebi. A zsűri elnök hozzátette, inkább az különbözteti meg őket, hogy hogyan tudnak együttműködni, kompozíciókat létrehozni, milyen érzékük van a szövegíráshoz. Minden nap a legjobb oda kerül a jövő évben, és az, aki a héten megnyeri a versenyt, az a Német Local Heroes nevű tehetségkutató cég németországi versenyére kap kiutazási lehetőséget. Ez azért jelentős lehetőség egy ilyen fiatal csapatnak. A stílus itt nem számít, legyenek a fiatalok zeneileg meggyőzőek, tudják használni a hangszereket, gondolkodjanak csapatként, mondta el a zsűri tagja, Kerekes Kornél. Kekó szerint fontos a tudás, de legyen mellette önbizalom is, és az sem mellékes, hogy saját számok megírására képesek-e a fiatalok. Nem csak az az egy kérdés, hogy mennyire tudnak zenélni, hanem mennyi kreatív energia van az adott zenekarban, és ugye saját számnál ugye ez kijön. Ha valaki nagyon precízen ugyanúgy eljátszik egy, mit tudom, egy Guns N' Roses számot, mint ahogy a Guns N' Roses, az tök jó, de attól még nem tudjuk, hogy ők mennyire kreatívak. Azt, hogy le tudják másolni a nagy zenekart, az egy dolog. Aki teheti, látogasson ki a Malomvölgyi Arborétumba, hiszen július 13-áig nem csak az első vonalbeli nagyzenekarokat, hanem fiatal, tehetséges kezdő gárdákat is megismerhetnek az érdeklődők. 200 fiatal zenekarból választotok ugye ki ilyen 40-50 körüli zenekart, akik felléphetnek adott évben. A legjobbakkal mi lesz? Tehát ugye folyamatosan választjátok ki mindig a legjobbakat. Ezek hova kerülnek következő évben, hogyan léphetnek fel esetleg? Így van, tehát megvan ugye az, hogy ennek a rocknak ugye nagyon sok a válfaja, nagyon sok stílus fér bele, az alternatívtól kezdve a blues egyebek. Ez úgy működik, hogy ugye mondjuk a 6 napra lebontjuk, akkor mind a 6 napra megvan 6-8 zenekar, akik fölléphetnek, ezek stílusonként vannak összeválasztva, és akkor ezek közül a zenekarok közül, illetve ezek közül a fellépő zenekarok közül minden egyes nap lesz egy győztes. Minden nap lesz egy győztes. Azok a győztesek a következő évben rockmaratonra meghívást kapnak, és valamelyik kisebbik színpadon fölléphetnek. Valamint lesz az egésznek a 6 nap alatt, mondjuk, hogyha 6 napos a rendezvényünk, a 6 nap alatt lesz egy győztese, az egésznek egy főgyőztese, akit viszont külföldre a Local Heroes, illetve mi kiutaztatunk, és ott kint a Local Heroes intézi egy ilyen külföldi hétvégi turnéra felléphetnek a fiatalok. Azzal kapcsolatban van egy tapasztalat, hogy ezek a fiatal zenekarok, akik a tehetségkutatóra jönnek be, vonzanak-e közönséget? Tehát jönnek a barátok, az ismerősök, akik arra kíváncsiak, hogy ők hogyan kezdték el. Tehát a nagy zenekarok mellett tömeget tudnak vonzani az ifjak? Ezt is vissza lehetne úgy vinni, hogy az elmúlt 10 évet vesszük figyelembe, ahogy az elmúlt 10 év első 2-3 évében teljesen kezdetleges volt ez a rendezvény, és az elmúlt pár évben pedig észre lehet azt venni, hogy direkt erre a, illetve ezekre a napokra, amikor ők föllépnek délelőttönként, mert délelőtt 10-kor kezdődik el ez a tehetségkutató rendezvény, akkor bizony városból, különböző helyekről, vagy a környező településekről direkt már ide bejönnek azok a fiatalok, akik még előtte nem is voltak a fesztiválon, és akkor a közönség szavazatukkal ugye támogathatják az adott fellépő zenekarokat, és bizony egyre többen vannak, és van, amikor több száz csapatos ember, több száz ember van egy ilyen kis
fellépő zenekar előtt, és ott tapsolnak, és hát örjöngenek, meg mulatnak. 2010-es év hogyan sikerült egyébként a Rock Marathon életében? Hány látogató volt, mik voltak azok a legfontosabb tapasztalatok, amiket le lehetett szűrni az elmúlt évből? Hát a 2010-es esztendő volt az, ami ebbe a pécsi történetbe, illetve hát azt mondhatom, hogy az egész Rock Marathon történetében, ugye 90 óta működik a Rock Marathon, és ez Szekszárdról indult. A legtöbb néző ezen a 2010-es rendezvényen volt. Ez elképzelhető, hogy közrejátszott ebben az LKF program is, hogy kulturális főváros voltunk, de hogyha azt veszem figyelembe, hogy az előző éveket folyamatosan figyelem, és azokhoz képest is minden egyes évben az előző rendezvény jobb volt, mint a következő, és az előtte levő évi, akkor az azt jelenti, hogy folyamatosan szép lassan fejlődik a fesztivál, de az idei esztendő, illetve a 2010-es esztendő volt a legmagasabb látogatottságú. Tehát én azt mondom, hogy ha közel 15-20 ezer között volt előtte a nézők a fesztiválunkon, az idei, a 2010-es évben több mint 40 ezeren látogatták a rendezvényt. Nem csoda, hiszen mindig rendkívül jó a hangulat a Rock Marathonon. Javaslom, hogy tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet, tekintsék meg velünk együtt, hogy milyen is a hangulat Rock Marathon idején a Malomvölgyi Arborétumban. Nézőcsúcsot döntött a 10. Rock Marathon. A tavalyi 20 000 látogatói létszám idén 10 000-rel nőtt. Köszönhető a zenekaroknak is, köszönhető a hétvégének is, valamint köszönhető annak, hogy én úgy gondolom, hogy hihetetlen olcsó jegyárakkal dolgoztunk ebbe az évben, ami a következő évekre is valamilyen támpontot ad nekünk. Az arborétum egy részét sátrak borították, többen még a délután felfrissítették magukat az esti koncertekre. Egy hét alatt 4 zenei színpadon közel 150 zenekar mutatkozott be. A közönség már a kora esti koncerteken is tombolt. Nagyon jó érezzük magunkat. Jó a hangulat, meg minden. Jó a társaság. Most a Primordial nevű ír folk metal banda lesz, és azt várjuk körülbelül óra múlva. Én a Scapage-ra, meg a Yellow Spots-ra, hát nem tudom. Szerintem nagyon jó lesz. Tegnapi buli is nagyon jó volt. Hát az exploit, hát azt lekéstem. Nagyon jó fesztivál szerintem. Szombat este még több száz embert vártak a szervezők. A fellépők között olyan nevek csábították a közönséget, mint Deák Bill, Hobo, Lord, az Ocho Macho, a Scalpage vagy a Kovbolyok. Tényleg az látszik, hogy ilyenkor a Malomvölgyi Arborétum megtelik sátrakkal, és ugye tavaly már 4 színpadon játszottak a fellépők, hihetetlen sok ember volt kint. Kik azok, akik leginkább érdeklődésre tartanak számot, akik mondjuk nagyjából az első évektől kezdve a nagy zenekarok közül itt vannak Pécsett? Hát volt egy olyan irányzatunk, hogy a magyar rock palettáról folyamatosan minden nagy zenekart felléptessünk a Rock Marathonon. Ez gyakorlatilag az elmúlt évben, talán azzal is mondhatom, hogy csúcsosult, olyan zenekarok, akik például még soha nem léptek föl a fesztiválon, azokat fölléptettük. De én azt mondom, hogy azok a zenekarok, akik a Rock Marathonon, még Szekszárdon is folyamatosan fölléptek, azok most is a Rock Marathonon föllépnek. És ezek közül az egyik biztos és folyamatos föllépőnk az a Deák Bill Gyula. Most nyilvánvaló, hogy amíg csak lehet a Deák Bill Gyulára, mi mindig fogunk is számítani, mert egy annyira meghatározó és annyira nagyon pozitív jelenség a fesztiválon, és egy olyan hangulatteremtő, hogyha ő bármikor is fellép, az utána következő zenekaroknak már csak oda kell állni a színpadra, és a közönség már tombolni fog. De azt mondom, hogy a Magyarország leglátogatottabb, vagy legkedveltebb rockzenekara, a Tankcsapda, az elmúlt esztendőben, 2010-ben nem lépett nálunk föl, de volt azért itt ugye másik rendezvény is, ahol fellépett, tehát nem volt hiánya a Pécs közönségnek ebből, de
a 2010-es esztendőben a Rock Marathonon a tankcsapda ismét fel fog lépni. A nemzetközi zenekarok. Ugye most is voltak külföldi fellépők. 2011-ben mire számíthatnak itt a pécsiek? Mennyire lesz nagyobb a durranás, vagy változik-e valamiben? Hát mindenképpen szeretnénk megtartani azt a hagyományunkat, hogy az északi részről ezt a finn metálos vonulatot ezt hozzuk. Innen megint lesz meglepetés csapat, és innen megint lesz érdekes fellépő együttesek. Azon kívül lesz Amerikából is együttes, és én azt mondom, hogy amíg ezekkel a zenekarokkal konkrétan nem tudunk szerződést kötni, illetve nem az, hogy nem tudunk, hanem amíg a szerződést nem kötöttük meg, addig neveket nem szeretnék mondani, de igazság szerint a netre nagyon hamar föl fognak ezek kerülni. Tehát tavasszal az összes olyan zenekar, amelyiket külföldről hozzuk be a fesztiválra, az mindenki rajta lesz. Tehát ezt időben mindenki meg fogja tudni. Igazság szerint azért vagyok ebben a kellemetlen helyzetben, hogy én nagyon szívesen vagdalkoznék most nagyon nagy zenekarokkal, csak utána az a probléma, hogy azt mondom, hogy jön valamelyik zenekar, és utána vagy ezekkel tárgyalunk, és akkor azt a közönség úgy venné, hogy ezekkel tárgyalunk, hogy akkor azok jönnek, pedig hát azokkal mi csak tárgyalunk. Tehát azokkal, akikkel most tárgyalunk, ez van egy ilyen 8-10 zenekar, és ezek közül ezek nagy része el fog majd jönni természetesen, de nem akarom azt, hogy valamilyen szinten az legyen esetleg, hogy nem jött el egy zenekar, és akkor én megmondtam a nevét. Magyar zenekarok szívesen jönnek ide? Tehát amikor mondjuk egy nagyobbat, egy P-mobilt akár, vagy a Kalapácsékat megkeresitek, akkor már úgy állnak hozzátok, hogy fú, de jó, mert akkor úgy is terveztük, hogy itt július környékén, július első heteiben akkor Pécs a célpont. Nagyon jó példa volt a Kalapács Józsi, hogy pár nappal ezelőtt találkoztam vele, és beszélgettünk, és fölvetődött ennek a föllépésének a lehetőségeit a 2011-es esztendőben is, és hát ő számít rá. Tehát igazából ő többek között úgy van ezzel, hogy ő a Rock Marathonnak egy olyan föllépője, aki folyamatosan játszik nálunk most már hosszú évek óta, és hihetetlen nagyon nagy sikereket, akár a kisebbik színpadon, akár a nagy színpadon, hogyha föllép, mindenütt, hogyha ő ott van, akkor ott tele van a színpad előtt a nézőtér. Meg szeretném még említeni azt is, hogy Rock Marathonnak egy jelenetes arca, egy folyamatos fellépője, a Rudán Joe, őnek is lesz egy nagyon kellemes napja a hét egyik napján, tehát ugye a hat napból valamelyik napot azt a Rudán Joe-nak szenteljük, és ott ő többször is föl fog lépni majd. Hát akkor nagyon sok sikert kívánunk a szervezéshez, reméljük, hogy ismét július elején egy igazán komoly program fog összeállni, és újra élvezhetjük a rock zenének a dübörgését, illetve természetesen a punktól kezdve a blueson keresztül ezeknek a zenéknek a dübörgését a Maronvölgyi Arborétumban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy tájékoztattad a közönséget, és szeretettel várunk mindenkit az idei fesztiválra is, ami július első hetében lesz. Ott leszünk mi is. Mi pedig reméljük, hogy meghoztuk a pécsiek kedvét egy kis nyári rockmaratonozáshoz. Ez volt a 11. Manőver Extra. Kérem, írják meg észrevételeiket e-mail címünkre a manőverekukac@pechtv.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!